Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Sok szeretettel köszöntöm Csongan Szunimot, a Zen közösség vezető apátját. Nagy szeretettel köszöntöm a Zen közösség minden jelenlévő tagját, és természetesen nagy szeretettel köszöntöm a Sivananda Yoga Központnak jelenlévő tagjait, az egész Sivananda közösség itt megjelent vendégeit. Engem Omkárának hívnak, a Sivananda Yoga Központ elnöke vagyok. A mai estére úgy gondoltuk, hogy arról fogunk beszélni, ami összeköt bennünket, arról fogunk beszélni, ami mesterünket, Swami Sivanandát és Buddhát is összeköti, mind a ketten az abszolúttal való egységet a meditáció útján nyerték el. Az, hogy hogyan lehet a meditáció hatásos, hogyan lehet sikeres, hogyan lehet a meditációból erőt meríteni, ez a mai témánk, és megkérem kedves vendégemet, hogy kezdje meg előadását. Megköszönöm a tiszteletre méltó Omkára meghívását, mindannyiótok érdeklődő jelenlétét, és szeretnék a Zen szemszögéből egy pár gondolatot mondani a meditációról, amely remélem, hogy a jóga gyakorlók számára is hasznos lesz. Arra kérek mindenkit, hogy idézzük fel a jóga nemes 8 ágát, amit Patanjali és Vyasa gyönyörűen leírt a jogaszútrákban, és anélkül, hogy végigmondanám az egészet, menjünk a 7. szintre rögtön, és ez a gyána, amely Kínában 1000 évvel Buddha után lett csanna, aztán csan, szon és zen. A gyána a meditációnak az az állapota, amikor minden egyes előkészületet már korábban megtettél ahhoz, hogy az éned ellobbadjon. Már túl vagy a jáma és a niáma kettősségén, az ászana és a pranayama fokozatain, a pratyahára és a dárana kettősségén. Ezek mind-mind fontosak ahhoz, hogy a 7. a gyána megvalósuljon. Azért is készítjük ezeket elő ennyire. A Zenben ugye nem ennyire szisztematikus az előkészítés, mint az indiai kultúrában, de a gyána pontján a kettő találkozik, mert ekkor van a pillanatnak egy olyan jelentősége, amely elvezet a szamádihoz. Tehát ha a gyána szó szerint az elmélyülést, az egyévválást, a megtisztulást jelenti, akkor ez egy modern hasonlattal az, amikor már minden utas ül a gépen. Már a pilóta és a másodpilóta az összes listát végigolvasta. Már ott állnak a kifutópálya elején, már megkapták a toronytól azt, hogy mehetnek, és a gyána akkor kezdődik, amikor a kifutópályán végig szaladva egyszer csak V1 és V2 elérése után a repülőgép elhagyja a földet. Tehát a transzcendens mozdulat akkor kezdődik, amikor hirtelen az elme mozgása a 2D-ből a 3D-be átmegy, majd a gyána egyik pontján, amikor eléri az utazó magasságot, akkor abba marad az elme mozgása. Ezt a jóga alapmondatával idézve, yoga as citta vritti niroda, a niroda vagy niruda állapotával lehet jelezni. Ekkor nincs gondolkodás. A Zenben ezt nem szoktuk különleges fogalmakkal illetni, hanem demonstráljuk úgy, hogy amikor ezt a hangot hallod, akkor ebben a pillanatban nem gondolkodtál. Akármilyen technikát alkalmazol, akármilyen elmeállapotban légy, a bot ütésének a pillanatában csak azt hallottad, hogy tak! Képzeld ezt el sokkal erősebben. Valami, ami nagyon mélyen megszakítja azt a személyes narratívát, a karmának azt az áramlását, amelyből te az én képedet és a világképedet összerakod. Megkérdezhetnénk, hogyha a kitartott, világos meditáció állapota hasonlít egy repülőgép gyönyörűséges, felhőtlen utazó magasságához, ahol az ég mindig is kék, mert a felhők alattad vannak, mert meghaladtad a karmádat, akkor mi lehet a szamádi? Elsősorban szögezzük le és mutassuk ki, hogy a szamádiról annyit írtak keleten,
mint az Istenről itt nyugaton. Tehát elképesztő irodalma van, 10 000 féle szamádi definíciót hallasz, és használd azt, amit szeretnél. De az előzőekhez hozzáfűzve a szamádi lehet kétféle, az úgynevezett nirbidzsa szamádi, vagy pedig a szabidzsa szamádi. A nirbidzsa szamádi az, amikor szó szerint magtalant jelent, tehát mag nélküli. Ez azt jelenti, hogy az éned nem termelődik utána újra. Az ellobbanásnak egy olyan tapasztalása, amely után te, mint személy, nem létezel. Ez azt jelenti, hogy nem jössz vissza ebbe a testbe, mert hogyha visszajönnél, akkor újra kéne formálni a személyiségedet, újra kéne élni az életedet, újra kéne használni az érzékszerveidet, újra kéne gondolkodni, megkülönböztetni és emlékezni. De a nirbidzsa szamádiban már nincs meg a csepp, amelyik visszatér az óceánba, hanem teljesen az óceánnál vált. Visszatérve az előző hasonlatunk környezetébe, amikor a II. Világháborúban vadászgépek üldözték és lőtték egymást, akkor az egyik kedvenc menekülő taktika az volt, hogy a napba repültek bele, a nap felé. Ugyanis az üldöző nem látta. Tehát nem voltak olyan fedélzeti lokációs eszközök, amivel foton hiányában, fény hiányában te egy repülőgépet az égen megtaláltál volna, most már bőven van. Képzeld el, hogy egy ilyen állapotban a repülőgép a nap felé repül, hogy az üldözője ne lássa és lerázza, és egyszer csak belerepül a napba, és nem jön vissza. Ez a nirbidzsa szamádi. Amikor a szabidzsa, tehát a maggal bíró szamádiról van szó, akkor az a napba repülés után, a teljes élmény elérése után a személyiség egy teljesen tiszta formájában újra formálódik. Újra létrejön. Az 5 szkanda, a forma, tehát test, érzés, érzékelés, akarat és tudatosság újra összeállnak. A test és a lélek újra kapcsolódik. Az érzékszervek, a fogalomalkotás, a megkülönböztetés és az emlékezés újra egységet alkot, már teljesen tisztán, önkép nélkül. És itt ezt szeretném aláhúzni. Önkép nélkül úgy, hogy az a nem tudás, vagy avidjá, az a téves nézetgyűjtemény, amely a hamis önképnek és így a szenvedésnek volt a gyökere, az nincs, mert a napban ez megtisztult, a fényben ez megtisztult. Ezt a tapasztalatot nevezhetjük egyéválásnak, ellobbanásnak, az énség megszűnésének, a zen körön, aki ismeri esetleg a hasonlatot a 180 foknak, de többségünk nem marad az ásram mélyén, vagy a hegy tetején, és éljük az életünket itt, emberek között, a világi életben, a völgyben. És ahhoz, hogy ezt megfelelő minőségben tegyük, ahhoz megfelelő minőségű tudat kell. Ezért dolgozunk. Ez a meditációnak az alapja, hogy egy minőségibb, tisztább tudattal és emberséggel éljünk. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor a saját téves nézeteinknek, hamis azonosulásainknak és illúzióinknak vagyunk az áldozatai úgy, hogy a bűnt is mi követjük el. Tehát a minőségi tiszta tudat az az egyetlen, ami az embernek a sajátja. Minden más a természet többi részében megvan, hogyha körülnézel. Az egyetlen egy esélyünk az, hogy az energiánkat befelé fordítjuk, a tudatot megtisztítjuk, és így egy minőségibb emberi életet élünk, amelyre jellemző az, hogy a nem dualisztikus, azaz advaita tapasztalat által megszületik bennünk spontán a bölcsesség, az együttérzés és az önzetlen segítség. Ezeket nem lehet pusztán egy rendszer által az emberekre ráróni. Nem lehet kikövetelni és nem lehet kikényszeríteni az autonómia vagy a szabad döntés elvétele által. Az autonómiánk, ha letisztul, hogyha az énségünk illuzórikus volta, teremtett volta, nyilvánvalóvá válik, akkor a lényeg tapasztalatával az igazságot is meglátjuk. Meglátjuk, hogy az ég kék és a fű zöld. Nappal süt a nap, éjszaka pedig itt vagyunk a föld árnyékosabb oldalán. Azt mondjuk sötét van. Csak a hold világít néha. A harmadik lépés, tehát a lényeg és az igazság tapasztalata után a helyes működés felvétele, a helyes cselekedet. És ekkor, hogyha fáradt vagy, pihensz, ha éhes vagy, eszel,
Ha más valaki éhes, enni adsz neki, ha szomjas, inni adsz neki. Mi történik tehát az emberrel, amikor a felébredettség egy magasabb fokát eléri? Ismét a jogában is, és a mahajánában is megszokott fogalmat szeretnék bevezetni, ez a buddhi. Ez nem pusztán az értelem. Az én szóhasználatomban és meglátásomban csatlakozván ezzel más hasonló módon gondolkodó tanítókhoz, a buddhi az egy speciális része a te elmédnek, amely az önvaló tapasztalatát tükrözi. Olyan fogalomalkotás, amely már tudja, hogy eredetileg nincsenek fogalmak. Amely már tudja, hogy abszolút értékű kijelentések nincsenek. Olyan megkülönböztetés, amely tudja, hogy ítéletektől mentesen kell dolgoznunk, mert abszolút értékű megkülönböztetések nincsenek. Olyan emlék, amely tudja, hogy ne ragaszkodja a múltadhoz. Tehát a buddhi, amikor az önvaló tapasztalatát tükrözi, akkor minden karmát relatívnak és teremtetnek lát. A meditáció élményével ezt tartósítjuk, és így a világ teremtett voltát megéljük, hogyan? A saját teremtésünk által. Végre visszahelyezzük magunkat az eredeti emberi pozícióba, amelynek lényege az Avatamsaka Szútra központi sora. Ha meg akarod érteni a világegyetem miben létét, akkor lásd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. De ha ezt a tudatot a maga tisztaságában, a maga tiszta, térszerű, tükörszerű természetében nem tapasztaljuk, addig mindez csak gondolat, mindez csak rendszer, akár fokozatosan vagy hirtelen szeretnéd elérni, koncepció marad messze a tapasztalattól. Tehát a meditációnak, a jogának, a zennek az a dolga, illetve ezáltal te felvállalhatod ezt, hogy neked lesz a dolgod az, hogy tapasztald mindezt. Hogy ez a tiéd legyen minden egyes sejtedben, minden egyes gondolatodban, és ezáltal soha se távolodj el igazi önvalódtól. Soha se alkoss olyan önképet, amely különbözik igazi önvalódtól. Úgyhogy lehet ezt rendszerszerűen, gyönyörűen csinálni, lehet ezt improvizatíve csinálni, mindegy, csak csináld. Mert hogyha nem, akkor rendkívül alacsony minőségű életet élünk, rendkívül félelemteli halált halunk, és az összes feldolgozatlan karmánkat a következő inkarnációnkba átvisszük. Döntsük el, hogy mi kell. És a döntés után hajtsuk végre azt, amit legjobbnak látunk. Úgyhogy szerintem bevezetőnek bőven elég ennyi, és tisztelettel várom a hallgatóság kérdéseit. Csongán Szalintól szeretnék kérdezni. A napjaim jó részében már működik a tükör. Látom, hogy adott helyzetben mit kellene és mit nem úgy kellene cselekedni vagy mondani. És az a kérdésem, hogy hogyan érhetném el azt, hogy meg is tegyem ezt, hogy ez alapján működjek. Helyzetbe kell hoznod magadat. Itt ebben a pillanatban a meditációd erejének a tesztje az a jelenléted stabilitása. Tehát merjük helyzetbe hozni magunkat, mennyire bírjuk a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés folyamatait, mennyire nem azonosulunk velük, de mégis 100%-osan átéljük őket, mennyire tudjuk elviselni mások gondolatait, érzelmeit úgy, hogy a mi fogalomalkotásunk, megkülönböztetésünk és emlékezési folyamataink nem károsodnak és nem torzulnak. Egyben teljesen tisztán látjuk és halljuk és érezzük a másikat. Tehát hozd magad helyzetbe. Védj föl egy nagyon szoros emberi kapcsolatot egyénnel, csoporttal, családdal. És ekkor kiderül, hogy milyen tiszta a tükör, ekkor kiderül, hogy a jelenléted mennyire stabil, és mennyire bírja az életet. Miért? Mert az élet az konfliktusok vállalása, helyzetek megoldása, emberek elviselése. És hogyha ezt meg tudod csinálni, akkor a meditációd tényleg erős és tényleg tiszta. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? Először is nagyon szépen köszönöm, és köszönjük azt a rengeteg videót,
ami ingyenesen elérhető a YouTube-on, már nyáron érkezett meg hozzám az első link. Karanténnak és... legyen hála, ugye? Igen, és azért vagyok ma itt, mert szeretnék egy kicsit közelebb kerülni a közösséghez. Tervezem az októberi tábort is, bár a két gyerekes családot ott hagyni elég komoly szervezés. Ne hagyd ott, hozd el! Már leszerveztem nagyszülőkkel, úgyhogy ez most már valószínű oké lesz. A kérdésem arra vonatkozik, hogy biztos, hogy nem megy most még 40 percet így ülni, hogy ott a gyakorlatok alatt lehet fészkelődni, vagy tehát, hogy ez hogy működik? A fészkelődés szigorúan tilos. Tehát vannak madárfészkeink kint az épületen, ők fészkelődnek. Mi nagyon-nagyon taktikusan és együttérzően felemeljük a térdünket, ha fáj, kicsit ott tartjuk, elmélkedünk, lélegzünk, elgondoljuk, hogy milyen jogatanfolyamra nem jöttünk még el, amely kilazíthatná függesztő öveinket, és ínszalagjainkat sokkal rugalmasabbá tenné, izomtónusunk mosolyogna közben, hogy az öt kósa szépen, mint a matrioska babák, egyenlő kontúrral léteznek ebben a pillanatban. Tehát most az ingyenesen elérhető YouTube videók mellé a Sivananda Jóga Központ tanfolyamait szeretném ajánlani. Tehát azért mondom ezt, mert azért nem kevés bölcsesség szorult abba pár ezer évbe, és pár tíz vagy akár pár százmillió gyakorlóba, akik ezt ide elhozták. Ezért mélységes hála mindenkinek. Aki csak a darmát akármilyen ízváltozatban ebbe a generációba eljuttatta, azoknak hála, tisztelet és leborulás előttük, használjuk, amíg van testünk és van lélektudatosságunk, mert utána nagyon nehéz lesz. Tehát szeretettel várunk, ha fizikai fájdalmad van, itt a megoldás. Köszönöm szépen. Szívesen. Csongán Szunim, tőled szeretnék kérdezni, és azt, hogy rengeteg információ elérhető mostanában számomra, és nehéz abban döntést hoznom, hogy mi igaz és mi nem. Ez csak az alapján tudom eldönteni, hogy mi az érzetem, vagy mi segít abban, hogy döntést hozzak. Ez bőven elég. Ha nem segít abban, hogy döntést hoz, akkor az nem fontos. Tehát tudd, hogy az adott információforrást, azt mire használod? Tanulásra, tanításra, szórakozásra, szórakoztatásra, a figyelem szétszórására, elmélyülésre, meghaladásra, vagy nem tudjuk, mi történik, csak klikkantgatunk meg, a szemünk jár, és akkor egy ilyen ember alatti állapotban nagyon gyorsan elérsz, és a szemedben csak ilyen egyek meg nullák vannak, és szépen puhulnak az agyszöveteid. Ne vessél nyugodtan, de ez bekövetkezhet. Úgyhogy a legjobb döntésed és a legrosszabb döntésed között egy egér klikkantás a különbség. Nézd meg, hogy milyen irányban megy a lelked. És hogyha a tudatosságot segíti az információforrás, nagyszerű. És a szórakozás, meg a szabadidő, ez mind kell, emberek vagyunk. Nézd meg, hogy ez mikor megy túlzásba át, mikor megy entrópiába át, mikor érzed azt, hogy de jó volt, de hát ezt nem ismételném meg egy hamar. Akkor biztos, hogy valami hézag van. Köszönöm. Szívesen. Egyébként Descartes-ban lehet ilyenkor menedéket venni, aki azt mondta, hogy gondolkodunk, tehát vagyunk, és akkor egy zenbotnyi tiszta pillanatot magad elé idézel, hogyha ez igaz lenne, amit ő mondott, akkor ebben a pillanatban mindenki meghal. És gondold el, ha a tudat folyamatainktól függünk, akkor a nem gondolkodás egyetlen egy teljes pillanatában végünk van, de szerencsére nem ez történik. Gondold el, hogyha az európai kultúra a gondolkodás előtti, énség előtti, dualitás előtti igazi önvalóval tisztában lenne. Hát nem itt tartanánk. Tehát nyugodtan szakítsd meg azt az információ folyamot, amelytől mindannyian hisszük, hogy annyira függünk. A jó létünk, a jó érzésünk, a komfortzónánk, a stb. Nyugodtan kapcsolt ki. Mihelyt ilyen képernyőt látsz magad előtt, keresd meg a kikapcsoló gombot. Üdítő a tapasztalat. Marad a kék ég, a zöld fű, és nálunk most a szarvasbőgés, mert olyan koncert van éjszakánként, hogy el nem hiszed. Nyugodtan szakítsd meg a digitális adatfolyam áramlását, semmi bajod nem lesz. Eleinte kicsit szokatlan, mint amikor a Matrixból kihúzzák így a dugódat.
de utána sokkal jobb. Úgyhogy ami kell, sajátítsd el. Ami felesleges, dobd el messzire. Köszönöm szépen. Szívesen. Ma estére arra gondoltam, hogy hogy lehetne lehozni magát a meditáció fogalmát a teljesen hétköznapi szintre, és arra gondoltam, hogy azon kívül, hogy mindjárt még mesélek egy kicsit a tanítónknak a módszereiről, eszközeiről, egy pár gondolatot beszélni arról, hogy mi a mi munkánk itt mindnyájunknak. Ugye minden pillanatban egy színes univerzumot tapasztalunk meg magunk körül. Képzeld el ezt a színes univerzumot úgy, mint ha lenne otthon egy Tiffany lámpád. Hát milyen is ez a Tiffany lámpa? Fantasztikus színes üvegekből van összerakva, gyönyörű szép lámpaburkolat, és az egész szobád gyönyörű szép, mert azokat a színeket hordozza a fal, oldalt, a plafon, amikből maga a lámpabúra áll. Gyakorlatilag akármit csinálsz, az a fény, ami alulról megvilágítja ezt a Tiffany lámpát, ez örökre fehér marad. Bármilyen burkolatot teszel rá, mert megunod a zöldet és a kéket, most sárgát és pirosat szeretnél, akkor fogod, leveszed a búrát, és ennyi. Gyakorlatilag mindnyájan ugyanilyenek vagyunk, és amit mindnyájan keresünk, szeretnénk találkozni ezzel a fehér fénnyel egyszer. Megunjuk ezt a színes burkot. Annyiban különbözünk mi, hogy nem egyforma vastagságú a mi Tiffany lámpa burkolatunk, hanem az határozza meg, hogy mennyire vastag, hogy mennyi vágyunk, mennyi gondolatunk, mennyi álmunk van, és ezek az álmok, gondolatok, vágyak, elmúlt életek, emlékei, ezek egy gyönyörű szép vastag fájtlat vonnak, és nagyon sokszor azt vesszük észre, mintha 5 wattos égő égne csak a szobánkban, mert már olyan vastag ez a fátyol. Ilyenkor mondjuk azt, hogy kimerült vagyok, beteg vagyok, pedig az a szerencsétlen égő ugyanolyan erővel, 100 wattal ég, de nem engedjük, hogy feljöjjön a felszínre. Egy megvilágosodott bölcs, és köztem vagy közted, az a különbség, hogy ő fogta magát egy szép napon, levette a lámpaernyőt. Nekünk meg ott van. Miben különbözik a mi lámpaernyőnk, az élő lámpaernyőnk attól, ami valójában a Tiffany lámpánál van? Abban, hogy a mi lámpaernyőnk dinamikusan változtatgatja a színeit. Egyszer boldogok vagyunk, egyszer szomorúak vagyunk, egyszer fáradtak vagyunk, és így tovább. És a bölcsek arra jöttek rá, hogy a mi lámpaernyőnk nem másból áll, mint egy hatalmas, nagy gondolat tömegből, és ezt a gondolat tömeget úgy hívják, hogy elme, emberi elme. És ennek az emberi elmének állapotai vannak. Van, amikor teljesen tompa, sötét, kiüresedett, gonosz. Ilyenkor azt szokták mondani, a tamasz minőség, a tunyaság, tehetetlenség, sötétség befolyásolja. Na, ebbe aztán nagyon nehéz meditálni. És az egész életutazásunk semmi másból nem áll, mint ezt a dinamikusan zizegő, vastag lámpaernyőnket szép lassan fel kell számolnunk. És ez a lámpaernyő felszámolásának az egyik legszebb fázisa maga a meditáció. Most, hogy nagyon egyszerűvé tegyük a meditációt, mit csinál egy jógi vagy egy buddhista barátunk? Észreveszi azt, hogy 10 a
28-nál is több gondolatunk, érzésünk van a tudatunkban, és ha azt szeretnénk látni, hogy minden egyes gondolatot megöljünk, ahhoz kell egy kis idő. Tehát hiába veszel elő egy kalapácsot, hogy most erre vágyodom, puff, most arra vágyodom, puff, most ezt csinálom, puff, most ezt szeretném, puff, most gonosz gondolatom van, puff. Nem tudsz mit csinálni velük, mert már hullafáradt leszel, és még azt látod, hogy majdnem több van, mint amikor elkezdted. Mi a módszer? Végtelen egyszerű a módszer, és ezeket a popon egyszerű módszereket kell használni, amit Buddha úrunk és Swami Sivananda is használt. Mit csinált ő? Azt mondja, hogy milyen egy gondolat? Hát a gondolat az, meg is kérdezem tőletek, a gondolat az anyagi vagy nem anyagi? Ki az, aki azt mondja, hogy anyagi? Egy fő. Ki az, aki azt mondja, hogy nem anyagi? Fantasztikus. Annak volt igaza, aki azt mondta, hogy anyagi. A gondolat ugyanúgy súlya, nagysága, alakja van. A gondolat egy mentális energia minta. És ezt a mentális energia minta, ez hullámozni szokott, mivel az energiának a megnyilvánulása az így néz ki. Ha szeretnéd tudni, hogy ez micsoda ez a könyv, ez is energia. Azt mondja az atomfizika, anyag ott jelenik meg, ahol az energiamező besűrűsödik. Tehát van itt egy kis sűrű energiám. Most már meg is értünk mindent, mert honnan szedi a forrását ez a rengeteg gondolat? A fehér lámpától, amit úgy hívunk, hogy tiszta tudat. Pure consciousness, az angol ezt használja a pszichológiába, buddhizmus is használja ezt. És a legszörnyűbb, a védák is ugyanezt használják. Védák azt mondják, Brahman egyenlő pure consciousness. Atman egyenlő pure consciousness. Önvaló egyenlő pure consciousness. Ne kezdjünk el most bele merülni abba, hogy mi az, hogy tiszta tudat, mert azt úgyis melyik napon fogod megtudni? Azon a napon, amikor az utolsó gondolatodat kikapcsoltad. Addig ne fáradozzál vele, mert a véges elmével, ezzel a kis 1450 köbcentébe bepréselt valamivel, ami különben nem is ott van, de ez sem ma este témája, reménytelen a végessel felfogni az abszolútat, az időtlent, az örökkévalót. Befejezve ezt a gondolatfejtegetést, azt látom, hogy ez a hatalmas, nagy gondolattenger úgy látszik, hogy legyőzhetetlen. Kivéve, ha kiválasztasz közülük egyetlen egy gondolatot. Mondjuk a gaté-gaté paragaté gondolatot. De lehet ez az om mantra is. És ezt követően semmi más nem kell csinálnod, mint azt mondod, hogy innentől kezdve ennek a hófehér fénynek, ami alul van, az összes energiáját erre az egyetlen egy mantrára engedem, azaz a többi gondolatnak nem adok energiát. Csak a gaté-gaté, csak az Om Namah Shivaya. Kinek melyik tetszik? Közömbös, hogy melyik mantrát használod. És mit csinálsz először? Hangosan nyomod, üldögélsz, mondogatod, és egy szép napon szól a tanítót, hogy innentől kezdve suttogva folytasd. Majd megint megszólal, innentől kezdve mentálisan magadba ismételd. Nézd meg, mi történik. Már csak egyetlen egy gondolat minta van, amivel jó kiszúrsz, mert ahogy magadba mondogatod, elkezd finomodni. Ahogy finomodik, kezd közeledni a fehér fényhez, és egy szép napon visszaolvad a forrásába.
A többi gondolat meg mit csinált? Éhen döglött. Nem adtál neki energiát. És ott állsz magadban, megvilágosodva. Te vagy az abszolút tudat, te vagy az abszolút létezés, és te vagy az abszolút üdvösség. Az, amit Buddha úrunk Swami Sivananda elért, ennyire egyszerű az egész, és mindnyájan tudjuk, hogy mi tartja ezt a nagy gondolattengert mozgásba, jó hangosan, aki tudja. Hát ha nem tudjuk, hogy miért, akkor nem tudjuk, hogy kivel dolgozunk. A vágyaink és kötődéseink, ezek tartják mozgásba az egész rendszert. Nem akarok nirvánáról beszélni, inkább maradjunk meg a jóga világában, amikor Apát úrnak a nirodha állapotát említette, azaz a tökéletes elme fölötti uralom állapotát, amikor semmilyen elmeváltozás nincs bennünk, akkor egy másik dolog is megtörténik. Ezt úgy hívják szanszkritul, hogy para vairagya, a kötődésmentesség legmagasabb szintű állapota. Magyarul, ha jön az 57-es busz, az is jó, ha nem jön, az is jó. Ha tél után nyár jön, az is jó. Ha tavasz jön, az is jó. Átlépek a flow állapotába, mert sokszor, amit itt is hallottunk, megkérdezik, hogy akkor nem simogathatom meg a gyerekem arcát attól a pillanattól kezdve, megkötődök? Dehogy nem, meg kell simogatnod, mert a szülője vagy. De ha kötődve simogatod meg, akkor nem maradsz meg a tiszta tudatban. Sokan ezt tévesztik össze, nem tudják szétválasztani ezt a fogalmat, hogy mikor kötődöm és mikor nem kötődöm. Minden cselekedetem kötődést okoz, ha nem azt teszem, amit kell tennem, hanem azt teszem, hogy vágyódom annak a cselekedetnek a gyümölcsére. Most egy gyereknél meg kell simogatni a fejét, két szülő megsimogatta a gyerek fejét, az egyik kötődéssel tette, a másik nem kötődéssel. Válasszuk szét. Az egyik azért simogatta meg a gyerek fejét, majd megnősz, és akkor idős édesapádat segíted, ott a kötődés. A másik meg apa vagyok, és az a kötelességem, hogy szolgáljam a gyereket, minél előbb életképes legyen, minél előbb önálló legyen, mert bármikor elmehetek, bármikor eltávozhatok. Tehát ez a mi nagy közös feladatunk, derítsük fel a kötődéseinket, és csodálatos meditációnk lesz. Egy mondatot még visszatérnék példaképünkre, Swami Sivanandára. Látjátok ezt a pár gondolatot? Szó sincs, se ászana nincs benne, meg sok minden más nincs benne. Ezzel kezdődik. Azt mondja, hogy szolgálj. És akkor nem érti, mert ki kell menni Chongan Sunimhoz, és paradicsomot kell kapálni. És hát ez a Sunim, az, hogy ez állandóan pénzt akar gyűjteni, adományozást akar, templomot építeni. Meg van ez őrülve? Nem, nincs megőrülve. Ő lehetőséget ad arra, hogy lebontsd az egódat. Te meg azt hiszed, hogy neki dolgozol. Amíg az a tudat van benned, hogy neki dolgozol, és nem az a tudat, hogy milyen boldog vagyok, hogy adhatok, milyen boldog vagyok, hogy én teszem az új templom tetejére az utolsó díszt, addig nem értettem meg a szolgálat ego lebontó feladatát. Swami Sivananda, a mi tanítónk, nehéz utat járt be, orvos volt, több kórház vezetője, és egy szép napon úgy gondolta, hogy itt az ideje,
annak, amiért leült Buddha urunk annak idején a fatövébe, és azt mondta, hogy többet nem kell föl. Csak a mi Swami Sivanandánk nem Buddha volt. Neki 7 kemény éven keresztül kellett nagyon intenzív gyakorlást végezni, hogy a végén elérje a legfelsőbbet. Volt, amikor 8 órát meditált, volt, amikor 12-t, a legvégén napi 16 órákat meditált. Ne riadjatok el ettől, ő is 20 perccel kezdte. És nem is biztos, hogy mindenkinek pont ez az útja. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy a két ösvény egy helyen találkozik, a dzsíva muktává való válás pillanatában, Buddha urunk is 35 éves korában elérte a legmagasabbat, de 80 éves koráig ott élt és tanított. A mi Swami Sivanandánk is 43 éves korában elérte a legmagasabbat, és 33 éven keresztül velünk volt, még tanított. Ha valakinek van kérdése, nyitott vagyok én is rá. Természetesen mindkettőnkhöz tegyetek föl kérdéseket. Omkára mesterhez egy kérdés. Látszólag itt két idézőjelben követelmény ütközni látszik. Az egyik a felelősség, kötelesség, a másik pedig a kötődésmentesség. Lehet ezt... Nem tudom, hogy másokban ez fölvetődik-e, hogy a felelősség, a kitartás, hogy ennek meg kell lenni, meg kell tennem, el kell érnem, nem önmagam miatt, hanem mert vannak dolgaink, kötelességeink, felelősségeink az életben. Mikor válik ez kötődés, és mikor kell azt mondani, hogy ha összejön, összejön, ha nem jön össze, nem jön össze? Abban a pillanatban, amikor valamit megteszel, csak azért, mert meg kell tenned, akkor abban a pillanatban te Buddhával összhangban vagy. Nagyon sokan azt hiszik, hogy az egész élet azzal kezdődik, hogy fogom magam és beszaladok a kolostorba, ott menedéket ad atyánk, és ott élek. Ez az egyik út. A másik út, ha elolvasod egyszer a Shiva Samhitát, az 5. fejezet 212-es verset, akkor azt fogod olvasni, hogy az önkiteljesedés családban, otthon, dolgozva, emberek között is megvalósítható, ha nem kötődsz hozzá, hanem csak teszed a dolgod. Rögtön megkérdezik, akkor mondd már el végre, légy szíves, mit jelent az, hogy kötődés. Kötődés az egyetlen egy dolgot jelent. Azt jelenti, hogy amikor cselekszel, önösen cselekszel. Nem azt teszed, amit tenned kell. Ki az, aki igazán darmikusan cselekszik az univerzum rendjével összhangba? Ki az, aki tud ilyet mondani? Van valaki? Senki. A méh... Köszönöm szépen. A méhecske önző módon dolgozik? A madár önző módon repül? Mi kaptuk ezt a csodálatos lehetőséget, amit szabad akaratnak és emberi elmének neveznek, amivel megkaptuk azt a lehetőséget, hogy visszamenjünk a forráshoz. Tehát felelősségünk is van a cselekedetünkkel, és sokan azt hiszik, hogy én bűnös, én igen nagy bűnös, milyen bűneim vannak, stb. Nincs bűn, egyetlen egy valakit büntetsz magadat, mert minden önös cselekedeteddel eltávolítod magad a forrástól. Tehát visszatérve a kérdésedre, ha megkérdezed, hogy holnap reggel lesz egy feladatod, hogy az a feladat mikor lesz darmikus az univerzum rendjével összhangban, először kérdezd meg a szívedet. Összhangban van, amit cselekedni akarok a szívemmel? Pipa.
kérdezd meg az értelmedet. Összhangban van, amit cselekszem az értelmemmel? Nem, mert az értelem meg a szív vitatkozik egymással. Akkor a szívnek van igaza. Kérdezd meg magad, hogy amit cselekszel, összhangban van-e azzal az időminőséggel, amiben vagy, és kérdezd meg azt is, hogy összhangban van-e azzal a helyjel, ahol vagy. Nyilvánvalóan bemész a kolostorba, leborulsz Buddha előtt, akkor nem mondod azt neki, hogy Szalem aleikum. Azt sem mondod neki, hogy Om Namah Shivaya. Hanem azt mondod, amit ott szoktak. Tehát, ha ez a négy helyén van, akkor már benn vagy a flow-ban, közeledsz az önkiteljesedéshez. Az a helyzet, hogy az élethelyzeteink nagyon gyakran a vágyaink és kötődéseink miatt megpróbálunk adakozni, de már úgy toljuk be azt a tízezrest, hogy mindenki lássa, hogy az egy tízes. Én nem egy csóró vagyok, nekem fontos, hogy tudják, hogy mennyit adtam. Mi történt? Ott volt egy tiszta jó szándék, és mellé ráült az ego. Azaz, már meg is tettem az önös cselekedetet. Karmát hoztam létre, és pontosan hallotta valaki biztos közületek, és már be is fejezem ezt a témát, ezt a szót, hogy megpörkölöm a karmáimat. Ez a karma pörkölés azt jelenti, hogyha az életed bármelyik pillanatában, akár a halálod másodpercében tökéletesen vágytalanná, kötődésmentessé válsz, abban a pillanatban, lehet ez 20 éves korodban is, és élsz 100 évig, abban a pillanatban az összes karmád megpörkölődik. Nem kell többé visszaszületned. Onnantól kezdve soha az életben nem tudsz és nem is akarsz önös cselekedetet létrehozni. Tehát ez egy fontos sarokpont az emberi életében. Köszönöm. Munkár, lehet még egy per B, csak hogy... Mert a kötődés része az egyértelmű. Mindannyian az életünkben kisebb vagy nagyobb közösségnek a tagjai vagyunk, és hogy a leghétköznapi példát vegyük, munkahely, munka. Jó esetben bennünk van a hajlam, szándék, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki. De nem feltétlenül mindenkiben, a közösségben, és nem mindig mi vagyunk annak a közösségnek a vezetői, hanem csak egy tagjai. Meddig üssük a vasat, hogy már pedig ez mehetne jobban, lehetne jobban is. Én tudom, hogy lehet jobban csinálni. Nem azért, mert azt akarom, hogy előléptessenek, kitüntessenek, nyakamba akasszanak bármit. Egyszerűen jön belülről, hogy én ezt szeretném jobban. De maga az adott közösség, most mindegy, hogy ez egy munkahely, család, iroda, akármi, egy ponton elérök oda, hogy hát ebben ennyi volt. A hiba természetesen a mi készülékünkben van, az őrült maximalizmusunkban. Azért van a hiba a mi őrült maximalizmusunkban, mert azt hisszük, mi ez a külvilág számunkra. A külvilág a saját bensőnk tükörképe. Neked nem azon a közösségen kell egyértelműen dolgozni, hanem neked saját magadon. Tibeti titkos tanítások, tibeti buddhizmus titkos tanítások, súlyos hibája az embernek, ha másokat akar megváltoztatni önmaga helyett. Neked ebben a helyzetben optimalizálni kell az erőfeszítéseidet, ami azt jelenti, hogy nem szabad rámenned arra, hogy az a valami nem valósul meg olyan mértékben, ahogy te szeretnéd. Te tedd meg azt, amit a saját szíved és az egészséges képességed lehetővé tesz, és engedd meg, hogy az történjen meg, aminek meg kell történni. Igazából az egész önkiteljesedési folyamat, mindenki azt mondja, hogy ilyen kormány van, majd ha jön a következő kormány, jobb lesz. Ilyen vírus van, majd vége lesz, akkor jó lesz. Felejtsd el ezt az egész hülyeséget. Neked ez a legjobb idő az önfejlődésre, és neked ezt az időt arra kell használni, hogy önmagad változzál,
úgy, Uram, add meg, hogy amit meg tudok változtatni, változtassam meg. Uram, add meg, hogy amit nem tudok változtatni, azt fogadjam el. Ó, Uram, add meg azt a képességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Om Namah Shivaya. Köszönöm. Omkára, hozzád szólna a kérdés. Még a családalapítás előtt rendszeresen Bikram jogáztam, és volt egy olyan tapasztalatom, és a mai napig nem tudom, hogy mi volt, hogy mintha a testemet elhagytam volna, de csak pár másodperc, mert egyből bekapcsolt az álme, hogy jobb, és akkor így vissza, hogy ez mi volt, ez egy illúzió, vagy ez egy tényleg egy tudatállapot változás, vagy mi ez egyáltalán, hogy nyilván másnak is volt ilyen. Aztán pár éve pedig Yin Yoga órán, a légző gyakorlat után ugyanez. Az a helyzet, hogy ez nálad egy spontán megnyilvánulás volt ezek szerint. Persze. És gyakorlatilag tanítják a test elhagyást, az egy technika. Tehát az egy technika, ha el akarod olvasni, akkor egy szerencsétlen sorsú cseh írónak, Bardonnak itt van a könyve, amiben végig tanítja azt, hogy hogyan kell tudatosan elhagyni a testet. Gyakorlatilag gondolj bele, ha a szunim mellett maradsz, akkor azt fogod megtapasztalni, hogy egy szép napon, amikor a hatodik csakrád megnyílik, az asztrál utazás onnantól kezdve teljesen természetes. Amire kell vigyázni, rögtön elmondják, hogy légy olyan kedves ilyenkor előtte, csukd magadra az ajtót, mert valaki oda fog menni, és elkezdi úgy rázni a testedet, hogy nem találsz vissza. Tehát ez egy spontán élmény, mint ahogy nagyon sok szentnek nem szisztematikus a fejlődése, amiben nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a világ összes spirituális írása kevesebb, mint a buddhizmus összes írása. Hihetetlen mennyiségű pszichológia, bölcsesség van a buddhizmusnál. Van miből meríteni. Na most ebből a gazdag ágból, ha tanítóddal leülsz, akkor megmondja azt is, hogy hogyan folytasd a gyakorlásodat, hogyha ezt tudatossá akarod tenni. Tehát nem történt veled olyan, ami lehetetlen, csak veled spontán történt meg. Elmondhatom azt is, hogy nagyon sok ember van, aki mondja, hogy köszönöm szépen, nekem nem kell guru, nekem nincs szükségem gurura. Volt olyan ember, aki Gopi Krishnának hívták, a videója fönn van az interneten, 17 év meditáció után, nem megfelelő mester kontrollal fölébredt benne az úgynevezett kundalini erő, és nem úgy ment, ahogy kellett volna. Körülbelül 2 évig az őrület határán volt, tehát látni kell, hogy a spontán tudatváltozás, ha nincs fölépítve, akkor az furcsa dolgokat tud az embernél eredményezni, és aki el akarja olvasni, vagy meg akarja nézni, még egyszer mondom, Gopi Krishna, aki végül is uralni tudta a kundalini energiát, és ebben a kiteljesedett állapotban élte a hátralévő életét. Köszönöm. Mivel egy kicsit úgy érintve érzem magam, annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy a zenben a külső és a belső, az egyén és a világ egyéválását tanítjuk, testelhagyás nélkül. Tehát a tantien fókusz, azaz a köldökcsakra fókusz, az a fának a gyökerére fókuszál, és nem a lombjaira, nem a lombról felszálló madárra, hanem a fa gyökerére. Arra a jelenlétre, amely a külső és a belső, az egyén és a világ egység tapasztalatából származik. Minden, ami megjelenik, az eltűnik. Minden, ami mozgás, az elindul és befejeződik. Ez mind karma. Tehát amikor hasonló tapasztalatai vannak bárkinek, és hozzám jön, és megkérdezi, hogy szunyim, mit csináljak én ezzel? Azt mondom, hogy jött és ment? Igen. Megjelent és eltűnt? Igen. Akkor nem ezt kerestük.
akármilyen csakrád, azaz köröd nyílik és csukódik, az egyetlen egy esélye arra, hogy túljuss a dualitásokon az, hogyha ezt a pillanatot a maga teljességében tapasztalod. Ez az a tiszta, tükörszerű, térszerű tudat, amelynek a működése az intuíció. Tehát önvaló tapasztalata nem azért fontos, hogy hirtelen ilyen gyönyörűséges glóriák legyenek körülötted, hanem azért, hogy végre a karmától függetlenül, de azt fölhasználva működj szabadsággal és felelősséggel együtt. És a szabadság és felelősség ugyanannak az éremnek a két oldala. Ezt kéne látnunk, és akkor megszűnnének ezek a tipródások belül, hogy most én voltam, vagy nem én voltam. Ja, ezzel a kézzel, hát akkor én voltam. Tehát vigyázzunk, jó? Szívesen. Egyéb kérdés? Én Szunimtól szeretnék kérdezni. Azt figyeltem meg magamon, hogy viszonylag sokszor sikerül lehámoznom ezt a gondolatrészeget. Közel hozzád. És levenni ezt a lámpabúrát, viszont ez soha nem tud tartós maradni, és ahányszor kapok valami feladatot, és beindul egy ilyen alkotói folyamat, vagy egy ilyen kreativitás, akkor ez mindig átalakul egy ilyen tárgyas meditációvá. És küszködök azzal, hogy kialakuljon egy ilyen intuíció, amit az előbb is említettél. Mit teremtesz ezáltal a tárgyas meditáció által? Az, hogy van egy probléma a fókuszban, és folyamatosan az jár a fejemben, és nem tud ez letisztulni. Akkor nem teremtesz, akkor nyüglődsz, ez más. A tárgyas meditáció, mint teremtés az, hogy mondjuk hirtelen odaülsz a fazekas műhelyben a korong elé, rácsapsz egy gyönyörűséges adag, kifinomított agyagot, megpörgeted a lábaddal, mert ugye régi mód és nem elektromos meghajtású, és így szépen húzod fölfelé. Ez a tárgyas meditáció. Amikor a saját elmédnek a szüleményei téged rabul tartanak, az nyüglődés, az kínlódás. És ekkor kell mondjuk egy külső pontos, kreatív meditáció, amikor te csinálsz valamit. Ez a zenben a csak tedd. És ezért, ahogy hallottad, a kertművelésnek nálunk nagyon nagy értéke van, a takarításnak is, és az egyéb ilyen természettel összhangban való munkálkodásnak is, mert kihoz a saját salakunkból, a saját poklunkból. Jó? Köszönöm. Szívesen. Szunimhoz lenne kérdésem, amire gyakorlatilag az imént meg is kaptam a választ, de mégis föltettem. Biztos? Fölteszem a kérdést, aztán majd kiderül. Jó, bizalom van, mondja. Csak válaszoltam. Meditáció-e az, hogy, hogy úgy történik velem az élet, és aztán úgy egy-egy engem foglalkoztató kérdésre úgy összeáll a kép, és mindentől függetlenül. Szeretnéd, hogy ez meditáció legyen? Hát legyen. Akkor az lesz. Rálátsz? Rálátok. Amennyiben rálátsz, annyiban meditáció. Elborítanak a történések? Úgy érzed, hogy kicsúszott a kezedből a gyeplő? Nem. Akkor még mindig meditáció. Tehát mihelyt úgy érzed, hogy nem látod, beáll az avidják, kicsúszik a gyeplő, nem tudod uralni, azon nyomban tér vissza ebbe a pillanatba, azon nyomban legyen tér a tudatban. Alapszabá, hogy a tudatod tere legyen nagyobb, mint a karma, amit tartalmaz. Ha nem, akkor ráfeszülsz, mint celofán a bontott csirkére. Jó? Akkor még ezzel párhuzamosan lenne még egy kérdés, hogy helyes-e az, hogyha ha én azt nem látom problémának, hogyha problémával nyüglődök? Most legyen meccsen konkrét, mert úgy érzem, hogy valami van a háttérben, amit az általánosítás nemes mozdulatával te beszeretnél rajtam hajtani. És ez nem fog menni. Pedig most tényleg nincs ilyen, hanem ez spontán. Megmaradtál abban, hogy absztrahálunk, tehát vagyunk? Nem engedem. Legyél konkrét. Konkrétan nem tudom most megfogalmazni, csak az, hogy van egy élethelyzetem, amit most nehezen élek meg, amit nehezen melegszik, éltem meg. Melegszik. Van egy élethelyzet, amit nehezen élek meg, és akkor abban a... amikor ezzel küzdök, akkor hagyom magam, hogy küzdjek vele. Aztán, amikor már nagyon elfáradtam a küzdésbe, akkor ezt elengedem, és ezt sem élem meg rossznak. A kérdésfeltevésből halva még nem fáradtál el eléggé.
Nincs több kérdésem. Egy gondolatot, ha hozzátehetnék. Az a helyzet, hogy a meditáció értelmezésében hál' Istennek különböző ösvények vannak. A jóga világának a meditáció felfogását azt ugyanúgy írások szabályozzák, és azt mondják, hogy az a pillanat az, amikor elkezdtél meditálni, amikor legalább 144 másodpercig, 2 perc, 24 másodpercig egyetlen egy gondolatot vagy képes a figyelmet fókuszában tartani. Ami azt jelenti, hogy nálunk szét kell választani a daydreaminget, amit most te csináltál, az egy nagyon fantasztikus jóga meditációt előkészítő elmélkedés, amikor megpróbálod egy problémának a területén bentartani a gondolataidat. Ezt mindenképpen előkészítő fázisnak tekinti a jóga, mert azért maradtál annak a problémának a körén belül, mert már van koncentrációs készséged. Különben már rég elvándoroltál volna, és nem is biztos, hogy itt kéne lenned, de hál' Istennek itt vagy, és innen vezet ahhoz a lépéshez el a spirituális utad, hogy ami problémád van neked most, arra ott van a fejedben a válasz. De addig, amíg az eszeddel próbálod megtalálni, nem biztos, hogy a jó választ fogod megtalálni, ha viszont csak meditálsz elvárás nélkül, akkor kiköpi felülről a választ, mert akkora csend lesz benned, hogy 10 emeletről lejön hozzád a földszintre a válasz. Amikor meggondolkozol, falakat húzol a tudatod különböző sűrűségű rétegein, és nem tud lejönni, nem tud a tantusz alul kiesni. Om Namah Shivaya. Én azt szeretném kérdezni, hogy azt vettem észre magamon, hogy ciklikusan lépcsőzök a nihil, a minden mindegy és a kiegyensúlyozottság között, és hogyha mindkettő megtörtént, és levontam belőle a tanulságokat, akkor meg legyártam magamnak azt a problémát, hogy miért nincs problémám. És megijeszt ez, hogy szabad-e ennyire jól érezni magam, vagy nem tudom, hogy... Nem. Ezért három helyen legyél szíves látogatást tenni. Az egyik egy hajléktalan szálló, a másik egy boncterem, és a harmadik egy vágóhíd. Lehet börtön is helyette, hogyha a vágóhíd kicsit nehézkes, vagy a boncterembe nem engednének be. Tapasztald meg így látogatóként az életnek azokat az elképesztő szélső helyzeteit és a földi pokol legmélyebb garádicsait, amelyek kibillentenek ebből a luxuózus gondolkodásból. Nem téged hibáztatlak. Van egy olyan karmád, amit ugyanúgy viszel, mint bárki más, csak ha ez így folytatódik, akkor beáll az elmédben a lét elviselhetetlen könnyűsége. Ne hagyd, hogy beálljon. Buddha urunk a palotából 28 éves korában gyönyörűséges Szaturnusz ciklusának a zenitjén pont akkor tette azt a sorsfordító utazást, amikor látott egy öreget, beteget, a születést, és negyedikként egy jógit a fa alatt. De amikor az öregség, betegség, halál hármasával szembe kerülsz, akkor vagy megkomolyodsz, tehát feljebb ébredsz, vagy elrohansz. És egy idő után kiderül, hogy nincs hova rohanni, mert körbe-körbe rohangálhatunk a földön, de akkor is élünk. Nem lehet az élet elől elmenekülni, és egy idő után rájössz, hogy nem is szabad, mindaddig, amíg nem néztél szembe az élettel, és így a karmáddal, addig valójában nem éltél. Tessék szembenézni vele. Köszönöm. Szívesen. Omkára hozzád intézem a kérdésemet. Ugye elsősorban zen gyakorlok, és emellett a jogát hogyan tudnám helyesen alkalmazni, amikor prioritásban odahelyezem, hogy tudjam azt is gyakorolni.
Tehát ugye úgy tudom, hogy két szellemi utat nem szerencsés keverni, vagy gyakorolni egyszerre, és ha tegyük fel, hogy szeretném, hogy az ülés is könnyebben menjen, akkor azt milyen hozzáállással tudnám helyesen gyakorolni? Megmaradni a saját utadon, annak a tematikus rendjében, a másik viszont, van egy nagy titkom, Csongan Szunim is szokott jogát gyakorolni, ugyanis neki is van teste, és az a helyzet, hogy aki amíg itt él, addig ezt használni kell. Úgyhogy semmiféle vétket nem követsz el, sőt, mi több, ha ismered a nagy tanítót, Buddha életét, és hogy ő miért született erre a földre, akkor pontosan megérted, hogy neked elsődleges feladatod ebben az életedben, hogy ne ártsál magadnak. Mert sokan azt hiszik, hogy csak másnak nem szabad ártani. Neked magadnak se szabad ártani, tehát az az ember, akinek vannak testi elmaradásai, vagy nem tud annyi ideig szívósan ülni, az igenis tanulja meg azokat a technikákat, amivel nem tér le a zen útjáról. Azért, mert hajlékony lesz a lábad néhány ászanától, letérte a zen útjáról. Azért, mert végzel néhány pranayámát, légzésgyakorlatot, amitől stabilabb lesz az elméd, nyugodtabbá válik, a életerőd megnövekszik tőle, a szívósságod erősödik. Ez olyan nagy baj lesz a zen útján. Tehát remélem, meg fog Csongan Szunim is szólalni ebben a kérdésben. Nem tudom, ki mennyit ismer a buddhizmus történetéből. Ne felejtsük el, hogy 2500 évvel ezelőtti sztoriról van szó, de ha egy picit belegondolsz, abba a 7 évbe, 28-tól 35-ig Buddha rengeteget jógázott. És ő nem tagadta meg azt az utat, hanem amikor látta, hogy a folyón mi zajlik a zenésznél, akkor ha túlfeszíted a húrt, elpattan. Ha túl laza a húr, akkor nem szól. Tartsd meg a középutat. Tedd azt, amit Buddha úrunk tett. Nem csak Antit, mindenkit szeretnék lelkesíteni arra, hogy miután megtalálta a szellemi otthonát, kiránduljon bátran. Tudja, hogy hova tér haza. És nálunk lelkesíteni szoktam kötött függesztő övű tanítványaimat, hogy bizony-bizony gyakoroljanak jogát, akár a templomban, az elvonulások szüneteiben és a mindennap élet részeként, akár pedig kirándulva jóga közösségekhez, és sajátítsátok el a tant. Ez üdvös és illő azért, mert ha van egy tárgyad, és csak egy fényforrásod van, akkor a túloldalán a tárgynak mindenképp árnyék lesz. Ha két fényforrásod van, akkor már csak egy nagyon pici háromszög lesz az árnyék, és ha van három megfelelő módon elhelyezve, akkor szinte árnyéktalanná tudod varázsolni a tárgy képét. Tudni kell, hogy az alfa hagyományod micsoda, ezt neveztem az előbb otthonnak, ez legyen meg az a tanító, akiben főképp megbízol. Kikérhetsz más tanácsokat is, de tudd, hogyha bármiféle probléma van, kit hívsz fel először, kihez van a primér kötődésed. És a tanításban ugyanez. Ahhoz, hogy ne kapj szellemi gyomorrontást, és ne kelljen erőszakos beöntéssel a saját elméleteidet eltávolítani a homloklebenyedből, ahhoz tudni kell, hogy mi az alfa hagyomány. És hogy ezt hallhattátok, ez nem mások kizárása, hanem a te lelki egészséged megőrzése. Ritta az információ dús, enyhe, kaotikus szemlélettel küzdő nyugaton mindenki mindent olvas, és senki nem gyakorol semmit. Ez egy egyszerűsített képlet, de értsd jól, hogyha nincs meg a primér Buddha Dharma Sangha, tanító, tanítás, tanítványi közösség, ha nincs meg a szellemi otthonod, nincs menedéked sem. Ha nincs menedéked, elvesztél. Hogyha az élet káoszában akkor ott,
ha a hagyományokról alkotott kép és verziók is 84 ezer kötet és sok millió terabájt káoszában, akkor ott ne veszel. Egyéb kérdés? Nekem az volna a kérdésem Omkárához, hogy van ott azon a táblácskán az első pont, hogy szolgálj, és az utolsó pont, hogy valósíts meg önmagadat, és ugye a szolgálat az egónak a halála, vagy a megsemmisülése, és hogy mégis az hogyan függ össze a önmagunk megvalósításával, tehát mondjuk egy konkrétabb, hogyha én szeretnék választani egy hivatást, akkor melyik kérdést tegyem fel, hogy mi ezzel hogyan szolgálok, vagy pedig, hogy ezzel hogyan valósítom meg önmagamat? Nagyon jó a kérdés. Elővesszük ezt a kis táblát, hogy együtt használjuk, mint általánosban. Ez a szolgálat, az a fajta szolgálat, amikor valamit teszel, annélkül, hogy a cselekedetedért bármilyen elvárásod lenne. Tehát amikor elmész a munkahelyedre, és azt mondod, hogy jöttem ide szolgálni, azért következő hónap 5-én szólsz, vagy 6-án, hogy nem csilingelt a mobilom, hogy megjött a fizetésem. A szolgálatnak ez egy másik típusú értelme, az a típusú értelme, hogy olyan dolgokat teszek a hétköznapi kötelességeim mellett, amiért nem várok el egy köszönömöt se. Ha ott van, volt nekem is olyan, hogy valaki azt mondja, hogy 15 évig szolgáltam Omkárát, és semmiféle hálát nem kaptam tőle. Mondtam, tökéletesen rossz. Felesleges, amit mondtál, mert te ide jöttél be. Omkára egy gyarló, múlékony ember, és te ezt azért tetted, hogy fejlődjél, nem nálam mostad fel a joga központot, vagy nem azért oktattál, hogy Omkára boldog legyen. Omkára nem sokára a környéken se lesz. De a feladat az ott lesz. Befejezve a valósíts meg önmagad alatt, van egy csodálatos angol szó, amit idáig nem tudtunk lefordítani. Itt van, hál' Istennek, első számú tanítványom, egy tapsot megérdemel, Sita. Akivel 25 éve nem találjuk erre a szóra a magyar választ, hogy realize. Ez a realize, ez egy borzasztó nehéz szó, ami azt akarja, hogy ismerd fel önmagad, ismerd fel önmagad, hogy ki vagy. Ez benn volt nyilvánvalóan a görögöknél is, nem akarok messzire menni megint, gnóti szauton, ismerd meg magad, ismerd meg magadban azt, ami nem változik. Tehát ez a pont, valósíts meg önmagad, az erre vonatkozik, mert nem ezzel kell kezdeni. Omkár, ki vagy te? Hát az ember azt mondja, ez a kéz, ez nem én vagyok, ez az én birtoktárgyam, a kezem. És így megyek kérdezgetve, a gondolattal vagyok azonos, az idegrendszerrel vagyok azonos, a beleimmel vagyok azonos, a gyomrommal vagyok azonos. Ezek mind az én birtoktárgyaim. Én az vagyok, aki ezt létrehozta. Én vagyok a forrás, és amíg nem ismerem föl azt, amit az indiaiak csodálatosan tanítottak. Mi azt mondjuk, hogy mérnök vagyok, pilóta vagyok, felszolgálónő vagyok, igazgató vagyok, anya vagyok, apa vagyok. Ezeket mind el kell felejteni. Ezek napi feladatok, napi szerepek, de a te alapszereped az, hogy te a tiszta tudattal vagy azonos. És ezért tanítják a magas fejlettségű indiai gyerekeket arra, kezd mindig lőj a legmagasabbra. Aham brahmasmi. Én a tiszta tudattal vagyok azonos. Köszönöm szépen. Szeretnék egy történetet idézni, amely egy olyan szerzetesről szól, aki sajnos már nincs testben és nincs köztünk,
ő lett volna Szungszán zenmester első számú darma örököse, Szubong Szunimnak hívták, és volt szerencsém a szolgálója lenni egy 10 napos elvonuláson, és vele zenkoan interjúkat folytatni, hát vele gyakorolni, és így egy kicsit megismerni a darmáját a jelenlétén és a működésen keresztül. És ő New Yorkban is, Hongkongban is, és az amerikai nyugati parton is élt és tanított. Egyszer New Yorkban a Hudson Öbölben a tanítványai meghívták egy ilyen rövid, egynapos hajó kirándulásra. És a hajóra egy média forgatócsoport is felszállt, és ilyen érdekes interjúkat szerettek volna az utasokkal készíteni, hogy így egyesével szerintük mi a legundorítóbb dolog a világon. És mindenkit kérdeztek, ez az ottani közéletnek a része, tehát senki nem hajtotta előket, egy-két mondatos válasz. Szubong Szunimhoz odaértek, aki tényleg ilyen kopasz, szürke ruhás, egyik szülője kínai, másik amerikai, tehát anyanyelvi szinten beszélt angolul, és teljesen kínai kinézete volt. És megkérdezték, egy angol, sir, what is the most disgusting thing in the world? Tehát mi a legundorítóbb dolog a világon? És Szubong Szunim visszakérdezett, ki vagy? Riporter vagyok. Nem, az a szakmád. Ki vagy? Hát van egy családom, van két gyerekem. Nem. Te férj vagy, és apa. Ez a társadalmi szereped, és a vállalásod. Te ki vagy? Hát én egy ember vagyok. Ez a darwini fejlődési háromszögben elfoglalt helyed. Ez a tested, az elméd, te ki vagy. Ez így ment lépcsőről lépcsőre, és aztán egyszer csak a riporter így összeroskadt belül, és azt mondta, hogy nem tudom. Nem tudod, ki vagy? Na, ez a legundorítóbb dolog a világon. Egyéb kérdés. Én Csongány Szunyimtól szeretnék kérdezni, az önbizalomra vonatkozik, hogy... Biztos, hogy fel akarod tenni a kérdést? Igen. Igen? Akkor ott az önbizalom. Tessék. Köszönöm. Ó, hát ennyivel te nem éred be, úgyhogy... Jön a másik kérdés. Ez csak a belépő volt, hidd el. Mondjad. Hogyan tudom, milyen meditációs gyakorlattal növelni az önbizalmamat, úgyhogy ne érezzem magam kevésnek a mindennapokban. Picit bátrabb vagyok, mint eddig, mióta a táborban voltam szeptemberben, de még mindig azt érzem, hogy valami visszahúz, és akár a munkába, akár párkapcsolat, bármilyen szinten nehezen lépek. Örülök, hogy a tábor után bátorabbnak érzed magad. Akik még nem voltak, azoknak mondom, minden tábor végén ilyen bátorság kapszulákat osztunk szét, amiket hazaviszel, és amikor nagyon önbizalom hiányos vagy, akkor szobahőmérsékletű vízben feloldod. Na, tehát abba hagytam. Itt van a kulcskérdés, miben segíthetek? És hogy ezt a miben segíthetek kérdést gyakorlod, akkor, ahogy a mai este már hallottad, az alatt a cím szó alatt, hogy darmikus cselekedet. A darmikus cselekedet az, amelyben nincs én, nincs egoitás, nincs önérdek. Innentől kezdve a miben segíthetek kérdés segít felismerni a megfelelő helyzetet, hogy te milyen helyzetben vagy. Segít felismerni azt, hogy milyen kapcsolatban vagy az adott emberrel vagy környezettel, és segít felismerni azt, hogy mi a helyes cselekedet. Tehát helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés. Amiben segíthetek kérdés, ezt szilárdítja meg. Tehát jelen vagy anélkül, hogy bármiféle önérdeked lenne. Cselekszel anélkül, hogy bármit elvárnál, érte? És tudod, hogy így ez helyes, és ez az önbizalom forrása, anélkül, hogy egoitást építenél rá. Honnan tudod, hogy mégis megtetted? Kiderül belül, hogy nekem igazam volt. Kuka rögtön.
én jobb voltam, mint a másik, aki ezt nem ismerte fel. Kuka rögtön. Én most fölébe kerültem azoknak, akik elfogadták a segítségemet. Kuka rögtön. Tehát csak tedd, és akkor megvan. Jó. Köszönöm. Szívesen. Csongán Szumhoz szeretném a kérdésemet, hogy én is nagyon köszönöm, a karantén hozta meg a videóidat és a tanításaidat, valamint a egyik kedves barátom, aki jár hozzátok. És én is tervezem, hogy megyek. Van egy 3 éves kisfiam, és nehezen jutok el, és addig is szeretném meditálok, tehát különböző technikáim vannak, de szeretném a zen meditációt elkezdeni, amit terveztem, hogy majd veletek nálatok, de ugye mivel nehezen jutok el, hogy mit tanácsolsz, hogy otthon, hogy tudnám ezt elkezdeni? Úgy, hogy 3 éves gyönyörű fiadat egyszer fölnyalábolod, és elhozod a templomba. Lehet ez egy napi látogatás, lehet ez egy zen tábor, lehet ez egy bármilyen megbeszélt alkalom, amikor te fogod, és a gyereket a 7 hektárnyi saját és a több száz hektárnyi éppen ott lévő játszótérre kiengeded, amikor a gyerek boldogan látja a fenyőfát, a füvet, a kertet, a körülötte lévő embereket, és beleolvad a környezetbe, tehát gyerekekkel azért nincs nálunk fegyelmi probléma, mert azonnyomban a természetben mindent megtalálnak. Tehát fogalmad is, egy gyerek milyen felfedező útra indul, mihelyt a templom környékére ér, és visszatalál. Tehát neked akkor lesz bőven alkalmad. Neked akkor bőven lesz alkalmad, hogy egy olyan bevezetést nyerj a meditációba, amelyet utána hazaviszel, és használhatod. És bármikor akkor mehetünk. Egyeztetett időpontban természetesen. Igen, nehogy más anyuka és gyerek legyen pont akkor a fókuszban, hanem ti. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Megköszönöm Omkára a nagyszerű meghívását, mindegyik ötöktől a megtisztelő figyelmet, és szeretném azt, hogyha akár a Sivananda Jóga Központban, akár az eredeti Fényzen templomban közösen gyakorolnánk, meditálnánk, elérnénk egy tisztább tudatállapotot, és ezáltal megszabadítva minden lényt a szenvedéstől tovább élnénk ezt az életet ezen a földön. Köszönöm.